munkára. Bízom benne, Cserpakovics András megnyitó beszédében kiemelte, fontos, hogy a székesfehérváriak a dolgos hétköznapok után, a hétvégéken közös, nívós programokkal ünnepelhessenek. Mindig léteztek olyan kis civil közösségek, akik hozzátettek valamit a város egészéhez. Nagyon sokféle olyan tevékenység van, amit azt hiszem, hogy civil szférából érkezve egy szervezet és az azt tömörítő személyek sokkal hitelesebben, sokkal jobban tudnak ellátni, de akár maga az önkormányzat is. A civil szervezetek a társadalmi kontroll alapvető részei. Azok az egyesületek, amelyek gondozzák, segítik a kisgyermekektől a szépkorúakig a város fejlődését, bátran, felemelt fejjel ünnepelhetnek. Mindenkinek megvan a maga érdeklődési köre és a civil paletta, ezért szép, hiszen felölel mindenféle olyan területeket, amiket az emberek érdekelnek, érdeklődhetnek, és itt a civil napon is meg lehet találni majd, hiszen a kreatív foglalkozásoktól kezdve a sima beszélgetésig, a környezettudatosságig, a sport szeretetéig mindent át tudnak adni itt a mai napon a szervezetek. Igen, ez az igazi bőrös mondat. Tóth Péter, a Mangalica Tenyésztők Országos Egyesületének elnöke örömmel fogadta a székesfehérvári szíves látást. Le vagyunk nyűgözve és nagy örömmel vagyunk itt Székesfehérváron, tényleg csodálatos a fogadtatás. Mi is megteszünk mindent. Hát a mangalica nyilvánvalóan több egy egyszerű sertésre jön. Ez egy jelkép. Egyedüli őshonos sertésünk, a minősége, az íze a világ egyik legjobb sertésévé emelte. Az elmúlt 20 év reneszánszában ma már bebizonyosodott. De aki egy mangalica terméket fogyaszt, az mégis többet tesz annál, hogy egyszerűen vesz egy jó minőségű húst. Az részt vesz a magyar vidéknek a fenntartásában, a megmentésében. Az első, de remélhetően nem utolsó mangalica fesztivál és a hagyományos civil nap összekapcsolása több ezer embert csalt ki a piactérre.